Sziasztok, azt hiszem a mellettem álló hölgyet nem kell bemutatni. Ha valaki nem ismerne, Réku vagyok. És mi a... van valami neved? Valamilyen assassin neved? Réku. Valami nagyon frappáns. Hát ez pont nem volt az. Te vagy most a cosplay verseny szervezője, ha jól tudom, most először a PlayIT során. Igen, ez így van. Fantasztikus, ezt másodszor vettük, hogy ilyen életű legyen. Mi eddig a helyzet? Milyenek az indulók? Te már láttad őket, gondolom, még nem dőlt el, nyilván később fog eldőlni, de hogy látod eddig, milyen a felhozatal? Szerintem nagyon jó. Tehát látszik, hogy készültek, látszik, hogy odapakolták magukat, és majdnem mindenki gamer kategóriában indult. Ami azt jelenti, hogy eléggé otthon vannak a dolgokban, mert végignéztem a jelmezeket, és végignéztem a karaktereket, hogy azért legyen meg a hasonlóság, és úgy látom, hogy a kisebb részletekbe is mind belementek, tehát különlegesek mindannyian. Van benne népművészet. Nagyon is. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetsz te zsűritag? Ez egy ennyire színvonaltalan műsorszám? Maximálisan egyet értek ezzel a felvetéssel. Fogalmam sincs, hogy hogy kerülök ide, csak kihúztak a sorból. Köszönjük szépen, pontosan erre számítottam. Sziasztok, ez itt a fáradt emberek találkozója, mert ugye én a 12 órás streamben, ők pedig a 24 órás streamben szerepeltek. Hát sikerült egyáltalán aludni azóta? Jó, hát nyilván, de hogy érzitek magadon? Hát sikerült 11 órát összehozni, kb. Jó, 10 óra, de az legalább valami. 21-et, nem? Ja, hogy a játékod, vagy aludni? Ja, hogy értem, te 18-at aludtál. Szóval én nekem csak 18-at sikerült összehozni, mert úgy voltam, hogy ma PlayIT, szóval így nem akartam kikészülve jönni ide. És ezért meg amúgy se a szervezetem már nem bírta, és így feladtam. Igen, a gyermeki szervezetnek, még a fejlődő szervezetnek muszáj még a sok alvás. Vállalnátok még ilyet a jövőben, vagy ez sok volt azért? Hát ez azért elég sok volt. 12 órát azért simán ki lehet bírni, de már olyan 16 után már nagyon rosszul voltunk, szóval ja. Hát így két naponta kéne egyet, nem? Hát igen, na persze. The horse parade for the price of fame. Hey, oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on. Lehet ezután kérdés, hogy fejlődik a rendezvény? Hát könyörgöm, lehet ezután bármi kérdés? Hát no comment kategória, ami történik, RG. Kiegészítené a fizetését, hiszen újságíró fizetésből nem lehet megélni. Nem lehet megélni az újságírás. Tudjátok meg a nejemnek, hogy szerettem. Milyen volt? Azt hiszem, hogy elindult egy karrier. Tehetséges vagy, nem? Egyértelműen én is úgy éreztem. Kicsit még gyúrok, aztán jobb leszek, mint a lány. Nekem ugye a dubstep megy jól, mint kiegészítés. Nekem meg a rúttánc. Sziasztok, kedves GameStar TV nézők! Talán megismertek, ki van itt mellettem, mutatkozz be! Poison Ivy. Igen, vagyis? Méregcsók. Tényleg, méregcsóknak hívták a... Melyikbe? A Batman visszatér, vagy melyikbe? Hát a magyar változatban méregcsók. Igen, igen, de hogy a Uma Thurman-esbe? Nem csak az Uma Thurman-esbe, de igen, az a Batman Rift. Nem, várjál. Az Batman és Robin. Batman. Igen, igen, a Chris O'Donnell, mint Robin. Na jó, hagyjuk. De nyilván nem abban vagyok beöltözve, hanem 1960-as évek képregény, klasszikus Ivy look. De ez tök jó, hogy valaki nem csak a modern Ivy-nak öltözik a Batman Arkham City játékot. Ez túl kurvás. Látjátok, ezért tisztelem Mocsit. Éjszakai tivornyázások után ilyen előadásokat tud tartani. Nekem nem menne. Találkoztunk egy, nem is tudom mivel. Ki vagy te? Jinx vagyok a League of Legends játékból. Ezt azért fel kellett volna ismernem így GameStar szinten. Mindegy, ugorjunk is. Cosplayzel sokat? Ez lesz most az első versenyem. És kicsit ideges vagyok, de... Nem látszik. Nem? De mutasd meg kérlek a kamerának ezt a... nem is tudom micsodát. Azért ez... igen. Azért ezt nem volt egyszerű, gondolom, megcsinálni. Nagyon egyszerű. Oda is tudom adni. Nem mondd azt, hát ma önmarketing. Nehéz volt. Nehéz volt. Igen. Itt öltöztél át, vagy így jöttél a BKV-n? Itt öltöztem át. Ó, hát akkor nem kísérlek haza. Szervusz. Nézzétek meg ezt a kis sarkot itt, ahol ki lehet próbálni az Xbox One-t. Mióta vártunk már arra, hogy végre új konzolt próbálhassunk ki. Erről szólt ugye nyáron az E3, és erről szól most a PlayIT is. Hát kérem szépen, nem csoda, hogy ennyi ember eljött. Sziasztok, Patrícia vagyok. Aki feltétlenül először játszik Xbox One-nal, bár ezt csak tippelem, de mondja meg ő. Hát igazából először játszok Xbox-al, de számítógépen már játszottam ugyanezzel a játékkal, csak kontrollerrel most ki szerettem volna próbálni. Na ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy játszottál már vele akkor a PC-n. Akkor mondd el, hogy egy Xbox One-on szerinted mi a különbség, illetve mennyire tetszik az Xbox One-nak képességei. Szerintem sokkal kényelmesebb kontrollerrel játszani igazából. Meg különösen, hogy ennek egész jó fogása van. Szóval az előzőt már próbáltam, a 360-at, és szerintem más. Először próbáltad az Xbox One-t? Igen, igen, igen. Hát akkor nem is lett más a kérdés, gondolom kitaláltad, mi a véleményed róla egy elsőre? Hát eléggé megüti a mércét, elég jó, nagyon jó. Konzolos vagy, hogy PC-s alapvetően? Inkább PC-s. És milyen PC-t van? Tehát úgy értem, hogy erős, atomerőmű, vagy azért egy kicsit most már elhalt vett a kor? Hát inkább atomerőmű. Inkább atomerő. Hát akkor te nem panaszkodhatsz. Akkor egy atomerőműhöz képes is hozzá a szintet, vagy azért te úgy érzed, hogy atom PC azért lenyomnál? Hozzá a szintet, nagyon. Ezt a két úriembert nem kell bemutatnom senkinek. Sziasztok! 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 Először HP-hoz fordulok, nagyon kevés ideje van, úgyhogy siessünk. Ő vezeti itt a hatalmas sót, ami itt a GameStar standon folyik. Ugye rock and roll, mindannyiunkon olyan póló van, ezt lehet látni. Milyen eddig a műsor? Elképesztő, folyamatosan jönnek a srácok, hogy előadjanak különböző számokat, és délután itt még verseny is lesz. Úgyhogy nem állunk meg, nekem már alig van hangom, egész végig csak megy a metál. És ilyenkor álmodozol róla, hogy bárcsak neked is lenne együttesed, ahol énekelhetnél, milyen jó lenne. Bárcsak lenne egy olyan zenekarom, amit úgy hívnak, hogy az öregek a pincéből, tök jó lenne. Ha tudnál énekelni. Meg ha tudnék énekelni, az még jobb lenne. És akkor a Mocshoz fordulnék, van egy exkluzív dolog nálunk a standon, ez pedig az Oculus Rift, erről beszélj kicsit. Gyerekek, ez az igazi Next Gen. Tehát amit most csinálnak az Oculus Rift-tel, ez 5 év múlva leköröz mindent. És most csak és kizárólag a GameStar standon lehet kipróbálni a szerencséseknek. Szerintem ez egy óriási dolog. Én javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki. Jönnek az emberek szép számmal rá? Hát, hogyha arra fordítod a kamerát, megnézed, iszonyú egész nap tömött sorokban állnak, hogy kipróbálják azt a 3-4 perces etapot, amit tudunk biztosítani. Hát akkor most már nekem is meg kell néznem, mert én még nem láttam. Mindenképpen próbáld ki, Endre, mert ez egy zseni ez a dolog. De még egy kérdésem van, hogy csinálod azt, hogy ilyen másnaposan is tudsz előadni a nagy színpadon? Évek hosszú sorával, tapasztalatával tudtam ezt kifejleszteni, ezt a képességet. Majd te is, hogyha ennyi idős leszel, megtanulod. Ennyi. áldozatoskodtak a hölgyek a Game Night-on, de lement már a Van Helsing 2 előadás, de mielőtt még rákérdezzek, mi volt ott, egyrészt úgyis rendezik el gondolataikat, másrészt pedig addig megkérdezzük meg Rékától, hogy ezúttal minek öltözött, bár szerintem egyértelmű. Harley Quinn vagyok, Joker hű barátja. De csak úgy hívott, hogy? Hogy? Mr. J. Mire való az a kártya, ez mit szimbolizál nekem? Már én tudom, elárulom nektek, de mondd el te, mert ez egy filozófia van mögötte. Ez azt szimbolizálja, hogy én Mr. J-t mindig a szívem fölött hordom. Ez szerelem. Egy pályánk van, ami elejétől a végéig játszható jelenleg a Van Helsing 2-ben. Ezt hoztuk ki most, ezt mutattuk a nagy színpadon is, és ez egy hegyekben játszódó pálya, csupa hó minden, és ezen is gyönyörűen meg tudjuk mutatni, hogy hogyan fejlesztettük az engine-jét a második résznek, mert most már nagyon szép időjárási effekteket tudunk előidézni. Tőled azt kérdezném, hogy tudom azt, te mesélted nekem már négy szem közt, úgy is szoktunk lenni bizonyám, hogy hozzá sok panasz érkezett, mert ugye te a community-vel foglalkozol, és hozzád futnak be elsősorban a visszajelzések, hogy az első résznél csak egy karakter volt alapból játszható, és azt hallottam az előbb, hogy ez megváltozik már a kettő után. Mind a Tauma Tölcs, mind az Arcane Mechanik, mint amíg DLC-k voltak az egyhez, a kettőben alapkarakterek lesznek választhatóak. Ez standalone lesz a kettő? Ezt nem beszéltük be előtt, úgyhogy lehet, hogy nem kapunk választ, tehát az azt jelenti, hogy ugye az egy nem kell hozzá. Nem, a kettő az teljesen önállóan játszható lesz. Mind sztoriban, mind pedig gameplay technikailag abszolút elkülönül. Nyilvánvalóan lesznek olyan kis apró visszautalások, amik egy kis pluszt adnak azoknak, akik játszották az első részt is. És vannak még cosplay tervek a jövőre nézve, mert bármikor, amikor találkozunk más jelmezben vagy, civilben még nem is láttam. Vannak bizony. Mondjak egyet? Mondj egyet. Lineage 2-ből szeretném a Dark Elfnek a formálveres ruháját elkészíteni, a mennyasszonyi ruháját. Volt itt egy Dark Elf a Lineage 2-ből, láttad? Nem, de szívesen megnézném egyébként. Keressük meg, sziasztok! A mellettem álló hölgyet nem kell bemutatni, aki nem ismeri, ő a Répás. Igen, én vagyok a Répás lány. Egyébként, hogy is hívnak, csak aki nem ismer annak. Evelin. Így van. A múltkor ugye a Game Night-on találkoztunk, és akkor már mondtad, hogy minek fogsz beöltözni. A Night Elf szóra emlékszem. Ez Dark Elf. Dark Elf, bocsánat. Akkor mondd el még egyszer a biztos kedvéért. Dark Elf vagyok, igen. Bővebben, ez nem sima Dark Elf, nem? Lineage 2-ből vagyok beöltözve, és ott is egy ünneplő ruha igazából. A fegyver az egy, hát azt inkább nem részletezem, az nagyon rossz lett, de amúgy az egy démon kard. Egy van belőle. Látom. De, úgy az egész játékban is igazából. Értettem. Azt szeretném kérdezni, hogy egy csomószor, amikor olyan cosplayt látok, ami ugye így be van festve az egész teste valakinek a bőre, az egy csomószor elkülönik meg, tök béna. De neked nagyon jó. Ez most miért van? Ez most friss, vagy pedig olyan jó az anyag? Szerintem más a világosban jobban látszik, hogy nem teljesen fedezve. Sokáig tartottam, ilyenkor válogatod az anyagokat, hogy melyik, vagy a, nem anyag, hanem a, nem is tudom, az ilyen testességeket válogatod, hogy melyik a jobb, szoktad így válogatni? Egyet használtam eddig, az bevált.